Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Télűzés, idén is több tízezer embert vonzott a mohácsi busójárás. Kaposvár nyertese lesz az évtizednek, értékelt Szita Károly polgármester. Elérhető a pályázati kiírás, jövőre is több ezer diák utazhat határon túli magyar területekre. Közmeghallgatást akarnak a Pécs Pride-ról, aláírásgyűjtésbe kezd a belváros képviselője. Megtelt vasárnap Mohács, mintegy 100 000 látogatót vártak a szervezők a busócsoportok hagyományos felvonulására. Az eseményre ellátogatott hazánk igazságügyi minisztere, de részt vettek a térség és a város politikai vezetői is a hagyományos télűző rendezvényen. Az igazságügyi miniszter is ellátogatott a mohácsi busójárásra vasárnap. Varga Judit először látta élőben az eseményt. Emlékszem az irodalom könyvem lapjain a mohácsi busójárásról, amikor tanulunk, és ezek a jellegzetes maszkok mind a mai napig erős emlékként élnek bennem, és fantasztikus élmény most először itt járni. Gyermekeimet is elhoztam, úgyhogy ez egy fantasztikus családi program is. A busójárás a szellemi világörökség része 2009 óta. Ez pedig nagyobb felelősséget ró a szervezőkre, az egész térségre, mondja a terület parlamenti képviselője. Én azt gondolom, ahogy ez az rendezvény ma meg van konstruálva, ez méltó ahhoz, hogy a szellemi világörökség listáján legyen. Az idei évben is sok tízezer látogatója van a busójárásnak. Ilyenkor a térségi képviselő is azt gondolja, hogy ma minden az országban rólunk, mohácsiakról és térségbeliekről szól. Farsang és a busójárás idején a politikusok is az ünnepre figyelnek, mondja Mohács fideszes alpolgármestere. A busójárás az már több évtizedes hagyományra tesz szert, és azt gondolom, hogy a politikai csatározások, meg a jelenlegi helyzet nem befolyásolja. A Mohács az egy sok nemzetiségű város. Megszoktuk egymás jelenlétét, megszoktuk egymás szokásait, elfogadjuk egymást, és talán ez a politikai életben is így van, hogy Farsangra mindenki félreteszi az ilyen jellegű gondolatait. A Dunaparti város szocialista polgármesterének ez az első busójárása, városvezető tisztségviselőként, mondta még a felvonuló csoportok köszöntés előtt stábunknak Csorbai Ferenc. Polgármesterként ez az első busójárásom. Egyébként hát körülbelül ekkora kisgyerek korom óta öltözöm. Az első busójárásom polgármesterként, és az első busójárásom, hogy vasárnap nem öltözöm. A mohácsi Széchenyi téren délután 4-kor köszöntötték a busó csoportokat a politikai vezetők. Majd itt avatták fel a hagyományoknak megfelelően az egyik ifjú busót. A gazdaság erősítése, a bérek növelése, a népesség emelkedése és az egészség megőrzés, ezek a legfontosabb célok Kaposvár jövőjét illetően, mondta Szita Károly polgármester évértékelőjén. A városvezető úgy fogalmazott, a Somogyi megyeszékhely nyertese lesz az előttünk álló évtizednek. Míg a mögöttünk hagyott évtized a válság legyőzéséről, egy újabb, sikeres kaposvári évtized alapjainak a lerakásáról szólt, addig a mostani a gazdaság erősödésének, a még tovább növekvő béreknek, a népesség növekedésének, az egészség megőrzésének és az olcsóbb energiának, környezetünk megóvásának az évtizede kell, hogy legyen. A 21. század az innovációról, a magas hozzáadott értéket képviselő technológiák jelenlétéről fog szólni, mondta Kaposvár 21. századi újraiparosítási programjáról évértékelőjén Szita Károly polgármester. A cél, hogy Kaposvár a Dél-Dunántúl vezető városa legyen, tette hozzá a polgármester. Ezért a többi között innovációt ösztönző környezet kialakítását kezdik majd el, ahol a vállalati fejlesztési igények találkoznak az egyetemi kutatásokkal és oktatásokkal, mondta a megyeszékhely polgármestere a gazdaságfejlesztésről. Amellett, hogy erősödni fog Kaposvár tőkevonzó képessége, egyben nőni fog városunk adóereje is. És mindenre azért is szükség van, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy üzemeink, gyáraink, cégeink képesek legyenek a képzett munkaerő megtartására. Képesek legyenek arra, hogy itthon maradjanak a kaposvári fiatalok. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha versenyképesebbek vagyunk, és magasabb fizetést tudunk biztosítani. És épp ezért elkezdjük városunkban egy új iparközpontú modellnek a kialakítását. Ennek érdekében még ebben az évben egy 9 pontból álló
gazdaságfejlesztési programot indítunk útjára. Mint hozzátette, a gazdaságfejlesztést segíti Kaposváron az idén nyár elejére elkészülő új ipari park is a Füredi úton. Szita Károly évértékelőjén a kaposvári bérekről is beszélt, Budapest és a 23 megyei jogú város éves jövedelmeit tekintve. Az egyfőre jutó jövedelmekben az elmúlt 5 évben 45,6%-os növekedést értünk el, ami 10. legmagasabb a rangsorban a 24 város viszonylatában. Ez azért is fontos, mert csak úgy tudunk felzárkózni, mégpedig gyorsan felzárkózni, ha mi nagyobbakat lépünk versenytársainknál. Szita Károly bemutatta azt a demográfiai programot is, amelynek minden eleme azt a célt szolgálja, hogy a megyeszékhely lakossága gyarapodjon, és 2030-ig több gyermek szülessen, mint ahányan az időseink közül eltávoznak. Kiemelt cél továbbá a megyeszékhelyen élők egészségének megőrzése is, ezért a többi között további védőoltást támogatnak, és folytatódik a rendelők felújítása. Idén kampány indul a szív- és keringési betegségek megelőzéséért is, folytatta Szita Károly. A jövőbeni tervek között említette a megyeszékhely polgármestere, hogy 2030-ig a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a város az energiafüggőségét, és növelje a környezetbarát és olcsó energiaforrások használatát. Elérhetővé váltak a magyarországi iskoláknak a külhoni osztálykirándulásokat finanszírozó Határtalanul program következő tanévre vonatkozó pályázati kiírásai. A Dombováron szervezett információs napon elhangzott, hogy Tolna megyéből közel 2000 diák részesülhet a 100%-os, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedező állami támogatásból. A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából szervezett Nemzeti Összetartozás évének programsorozatához is kapcsolódik az idei Határtalanul program. A programokra idén 4,7 milliárd forint jut, a pályázatok beadásának határideje pedig március 30-a. Így a tervek szerint Tolna megyéből közel 2000 diák vehet részt teljesen ingyen határon túli többnapos kirándulásokon. Szeretnénk azt elérni, hogy magyarországi gyerek úgy a magyarországi iskolarendszert ne hagyhassa el, hogy a magyar kormány támogatásával iskolai szervezésben valamilyen magyar területre, valamilyen magyar településre ne látogatott volna el, illetve az ottani gyerekekkel ne alakított volna ki kapcsolatot. A magyarságtudat erősítését és a határon túli magyarokkal való ismerkedés fontosságát emelte ki Pintér Szilárd dombovár polgármestere a program nyitó rendezvényén. A dombovári tanulók nem először vesznek részt a Határtalanul programban. Tavaly az erdélyi Erdőszentgyörgyön töltöttek el több napot kísérő tanárokkal. Nem új jelenségként jelenik meg Dombán ez a program, hiszen visszamenőleg hosszú évekre már sikeresen a dombovári diákok részt vettek ezekbe a programokba. Ami még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az nélkül ez a program nem működhetne, ha nem lennének elkötelezett pedagógusok, akik mindenben segítenek, és ez a program csak attól tud sikeressé válni, hogy gyakorlatilag ők a szervezésbe és annak megvalósításába aktívan részt tudnak venni. Országos szinten 101 ezer, többségében 7. osztályos diák, összesen 450 ezer vendégészakát tölt el a környező magyar lakta országokban 2020-ban. A 2011 óta futó programban pedig már több mint 300 ezer magyar diák vehetett részt. Szeptembertől több szempontból is új korszak kezdődik a szakképzésben. Idén elindulnak a 3 éves szakképzőiskolák, valamint az 5 éves technikumok. Aki technikumban tanul tovább, az a matematikát, a magyart és a történelmet, valamint egy választott idegen nyelvet olyan óraszámban tanulhat, mintha gimnáziumba járna. Ennek megfelelően 5 év múlva érettségi vizsgát is tehet a diák, közben pedig szakmát is szerez. Rajzórán ültek ezek a 8. diákok a Siófoki Vakbottyán János Általános Iskolában. A gyerekek közül mindenki szeretne tovább tanulni, a többségüknek már kész elképzelése van a jövőt illetően, ennek megfelelően választottak középiskolát is. Szüleimmel ugye falun lakunk, és rengeteg állatunk van, és megszerettem őket, és velük szeretnek foglalkozni. Van, akit inkább a sport érdekel. Kézilabdázó szeretnék lenni, és ezért idegen nyelvvel folytatom majd tovább, mert a későbbiekben úgy gondolom, hogy ha külföldre szeretnék menni, akkor ez sokat fog nekem segíteni. Vannak, akik viszont inkább szakmát szeretnének tanulni. Klímaszerelés, főleg azért, mert apukám is ezt csinálja, már sokszor el tud dolgozni, és nagyon jól hangzik, meg
jó, keres is. A tanárok és a szülők egyaránt segítik a gyerekeket abban, hogy merre tanuljanak tovább. Több mindenkit érdekel szakma, de ebben a 14 éves korban még nagyon nehezen döntik el, hogy melyik szakma vagy szakirány iránt köteleződjenek el. Ezért sokan választják a gimnáziumokat is, de a szakmák iránt is. Most talán nálunk, mivel ahogy említettem az előbb, jó képességi osztályról van szó, több a gimnáziumi jelentkezés. A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 osztályos gimnáziumokba jelentkezőknek viszont egyénileg kell ezt megtenni egy elektronikus felületen. A kitöltött dokumentumokat ezután aláírva kell eljutatni a választott iskolákba és az oktatási hivatalba. Tessék, kettő nekiállt a terítségek, nem rosszul, tessék. A kormány továbbra is támogatja azokat a fiatalokat, akik a 8. osztály elvégzése után valamilyen szakmát szeretnének tanulni. Szeretnék később ebbe dolgozni, és édesanyámmal sokat jártam étterembe, és megtetszett így az egész világ, főleg itt a Balaton, ugye a nyár fővárosa, Siófok, és igazából tetszik az egész vendéglátás. Idén szeptemberben elindulnak a 3 éves szakképzőiskolák, valamint az 5 éves technikumok. Aki úgy dönt, hogy valamilyen technikumban tanul tovább, az a matematikát, a magyart, a történelmet és a választott idegen nyelvet is olyan óraszámban tanulhatja, mintha gimnáziumba járna. Ennek megfelelően 5 év után érettségi vizsgát is tehet a diák, eközben pedig egy szakmát is szerez. Felújították a Siófoki Kórház újszülött osztályát, a közel 60 millió forintos beruházás részeként kialakítottak egy családbarát teret, valamint egy látogató és őrző szobát. Utóbbiban azok az édesanyák lehetnek együtt újszülött gyermekükkel, akik császármetszéssel hozták világra a kicsit. Emellett az osztály új inkubátorokkal is gazdagodott. Alig fél év alatt készült el a Siófoki Kórház újszülött osztályának felújítása. A Családbarát Szülészet országos pályázatán a kórház több mint 60 millió forintot nyert eszközbeszerzésre és családbarát szobák kialakítására. Elsőrendű kérdés volt számunkra, hogy olyan körülményeket teremtsünk és hozzunk létre, ami családias, barátságos és biztonságot nyújt. Nagyon fontos volt számunkra, hogy létrehozzunk olyan családi szobát, ahol a szülés első pillanatától már együtt lehet a család, tehát az apuka is itt lehet 24 órában, és együtt élhetik meg az első órák, napok boldogságát és nehézségét, de ez egy család összetartó mozzanata ennek az egész folyamatnak. Ezen felül látogató és őrzőszobával is gyarapodott az osztály, ahol a császármetszésen átesett anyukák is az első pillanattól együtt lehetnek újszülöttjükkel. Ezzel a fejlesztéssel együtt már csaknem 5 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre a Balatonparti Város Kórházában. Amikor a gyermekek megszületése érdekében teszünk lépéseket, akkor nem csak munkahelyi körülményeket javítunk, nem csak a családoknak, a gyermeket vállaló édesanyáknak, az újszülötteknek a komfortérzetét tudjuk itt a kórház falain belül javítani, hanem azt gondolom, hogy az ország gazdasági és népesedési mutatóinak a további javulási tendenciát is tudjuk fokozni, hiszen a célunk az, hogy minél több magyar gyermek tudjon megszületni, és egyfajta népesedési fordulatot el tudjunk érni így Magyarországon is. Magyarországon az elmúlt 10 évben 1,23-ról 1,5-re emelkedett a születések száma, de igazi áttörést akkor érhetünk el, ha ez a szám 2-essel kezdődik majd, tette hozzá a politikus. A kormány tovább folytatja a családbarát politikát és a kórházak családbarát fejlesztését is. Ez mind jelenti az infrastruktúrális hátteret, egy kulturáltabb feltételrendszert, jelenti a szakemberek szemléletváltását is, akik segítik az édesanya testi-lelki felkészülését az optimális szülésre. Ebben a nagyon fontos fejlesztésben, ami a több mint 50 éves jubileumát ünneplő Siófoki Kórházban megvalósult, egyszerre sikerül a szülésre történő felkészülést, szülés családbarátabb körülményeit és a szülést követő időszak napjait fejleszteni oly módon, hogy egy jelentős infrastruktúra fejlesztés és ehhez kapcsolódó szemléletformálás valósul meg. A Siófoki Kórház megújult osztálya a jövő hét elejétől várja majd az új szülötteket és családjukat egyaránt.
Közmeghallgatást akar rendezni a Pécs Pride-ról Kővári János önkormányzati képviselő. Azt mondja, hogy tiltakozik a megbotránkoztató, provokáló esemény ellen. Már közel 9000-en fejezték ki nem tetszésüket a Pécs Pride miatt egy petíció támogatásával. A Pécsi Büszkeségmenet főszervezője azt mondta, nem provokálni akarnak, hanem egy emberi jogi fesztivál keretében szervezik az LMBT közösséghez tartozók és támogatóik felvonulását. Május 16-án tartják a Pécsi Pride-ot, jelentették be a szervezők szerdán. Tiltakozik a Baranyai megyeszékhely belvárosába tervezett büszkeségmenet ellen a terület önkormányzati képviselője Kővári János. Mai napon kezdeményezem első körben a városi közmeghallgatást, mert Pécs polgárainak joga van tudni arról, hogy a városi önkormányzat vezetői hogyan viszonyulnak ehhez az ügyhöz. A közmeghallgatáshoz számos szervezet jelezte a csatlakozását, illetve a pécsi polgárok aláírásukkal segíthetik, hogy ez a közmeghallgatás létrejöhessen, és mindent megtudhassanak erről a rendezvényről. Ezt jelentette be a politikus csütörtökön. Mintegy 8000 aláírást akarnak összegyűjteni, hogy kötelezően kiírja a pécsi önkormányzat a közmeghallgatást. Közben a neten már elindult egy aláírásgyűjtés. A petícióhoz, amit magánszemélyek állítottak össze, már 8619-en csatlakoztak. Ebben azt kérik, hogy mondjanak nemet a Pécsi Pride-ra. Nem lesz mesztelenkedés, nem lesz provokáció, és hogy mi is csak emberek vagyunk. Mi is csak olyan emberek vagyunk, akik szeretnénk, hogyha nem érne minket hátrányos megkülönböztetés, mondjuk amiatt, ahogy kinézünk, vagy ahogy viselkedünk. Mondja a Pécsi Büszkeségmenet főszervezője. A tervek szerint egy másfél órás séta lenne a felvonulás a belvárosban. Ez egy alulról jövő kezdeményezés, ezt pécsi nemzetiséghez tartozó fiatalok találták ki, arra alapozva, hogy itt Pécset egy befogadó, már mediterrán természetű emberek élnek, akik toleránsak annyira, hogy itt már lehet fenntartani egy néhány száz főből, tehát nem egy budapestihez hasonló, nem tudom, 15-20-30 ezres felvonulást. A szervező azt mondja, az ellenük szóló sajtóhírek mindig a homoszexualitást teszik a középpontba, pedig valójában egy hatnapos emberi jogi fesztivált szerveznek, aminek csak egy eleme a Pécsi Pride, néhány száz emberrel másfél órában. A saját fiával közösen fenyegette rendszeresen, életveszélyesen a feleségét egy férfi Tamásiban. A nő korábban megcsalta őt, ezért kezdte el üldözni az asszonyt a férje és a fia. Volt, hogy megkötözték és fenyegették, egy másik alkalommal pedig egy patakhoz vitte a férfi, majd azt mondta neki, ott a vízben fogja előbb-utóbb végezni. Alaposan elrejtett törölköző, benne pedig távcsöves hangtompítós vadászpuska. A férfitől foglalták le a rendőrök, miután intézkedni kezdtek ellene. A 44 éves Tamásiban élő férfi hónapokon keresztül gyötörte a saját feleségét. Az asszony korábban megcsalta őt. A dolog kiderült, a férj ekkor kezdte életveszélyesen fenyegetni a szeretőt és a feleségét is. A munkatársaim a férfit előállították a tamási rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfinak így személyi szabadság korlátozása, zaklatás, kapcsolati erőszak, lőfegyverrel visszaélés, valamint kiskorú veszélyeztetése miatt is felelnie kell. Utóbbiért azért, mert a saját 17 éves fiát is rávette, hogy együtt sanyargassák a fiú anyját, a férfi feleségét. A gyanúsítás során kiderült az is, hogy a férfi feleségét 17 éves fiának segítségével február 17-én az esti órákban megkötözte, azért, hogy a nőben riadalmat és félelmet keltsen. Emiatt a férfi mellett a 17 éves fiát is gyanúsítottként hallgatták ki kollégáim. A férfit azóta már letartóztatták, a fia viszont továbbra is egyháztartásban él a feleségével, akit korábban a 17 éves gyerek is rendszeresen fenyegetett. Az öccse is retteget attól a 20 éves nőtől, aki az anyával megpróbálta megölni a saját apját Bölcskén. Előbb nyakon szúrta, majd a férfi felesége, a lány anyja elgázolta a család közös autójával a férfit. A lány már egy évtizede undorodik betegesen az apjától. Megkérdezem, mit gondol arról, hogy el akarták tenni a lábbal az édesapját?
Ezt kérdezte a bíró az emberölési kísérlettel vádolt nő testvérétől. A fiatal férfit nem mutathatjuk meg, ugyanúgy, mint ahogy a vádlottak padján ülő húgát és az anyját sem. A férfi húga egy késsel nyakon szúrta a saját apját, majd a szemébe darázsírtót fújt. A férfi kimenekült a házból, de a felesége, a késsel támadó nőanyja utána ment és a család autójával elgázolta. Egy korábbi tárgyaláson az elsőrendű vádlott, a férfi felesége azt mondta, hogy a lánya több mint 10 éve betegesen írtózott a saját apjától. A fiatal nő csak azért fújta le rovarírtóval a házba bejutó legyeket, mert azok hozzáérhettek az apja bőréhez is. És az is előfordult, hogy a lány hónapokat töltött el a házban úgy, hogy csak a mosdót és egy kanapét használt, mert írtózott attól, hogy az apja által is használt padlóra lépjen. Az ügyész most ennek az okairól kérdezte a lány testvérét. Ez, hogy a húga ott a kanapén, azt mondta, hogy már nem is nagyon mozdult el. Ezt hogy, akkor hogy ért? A fiatal férfi azt mondta, ő maga is félt a saját húgától, ezért amikor otthon aludt, magára zárta a szobája ajtaját. Arról is beszélt, hogy szerinte az anyja nem akarta megölni az apját, a húgáról viszont már nem tudta ezt kijelenteni. Az ügyben most nem született ítélet, arra a következő tárgyaláson kerülhet sor. Külföldről beszerzett műtrágyával ügyeskedett az a bűnbanda, aminek 16 tagjával szemben vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A költségvetésnek több mint 1 milliárdos kárt okozó szervezet elleni nyomozás nemrég zárult. Az elkövetőkre akár 20 év szabadságvesztést is kiszabhatnak. Az elfogáskor készültek ezek a felvételek. A gyanú szerint az elkövetői kör külföldről vásárolt lengyel, litván és holland eredetű műtrágyát. A beszerzett árut magyarországi székhelyű fiktív vásárlókon erre a célra létrehozott bukó cégeken keresztül értékesítették a tényleges belföldi beszerzőknek, akik így fizetendő áfájukat csökkenteni tudták. A fiktív értékesítésekről fiktív számlákat is állítottak ki. Ezeket beállítva a könyvelésbe, hogy elég komoly kárt okoztak az állami költségvetésnek, pont az áfa megfizetés aluli kibújással, 1,3 milliárd forintos értékről beszélünk. Ennek a megtérítésére és a tárgyi bizonyítási eszközök begyűjtésére is szervezte ugye a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt a kétnapos akcióját, amiben több mint 60 helyszínen dolgoztak a pénzügyi nyomozók. A bizonyítékok begyűjtése megtörtént, a vádemelési javaslatban 16 személy érintett. Az elkövetők akár 20 év börtönbüntetése is számíthatnak, főként az irányítókra gondolok, ugyanis különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt emelnek vádat, ha minden igaz, a főügyészségen. A nyomozást a dél-dunántúli pénzügyőrök végezték, azonban az elkövetői kör Pest megyéhez köthető. A NAVA vádemelési javaslatot a napokban továbbítja a fővárosi főügyészségre. Több tucat fa tövébe locsolt a gázolajat Zamárdiban. Az úgynevezett újszülöttek ligetében már nem ez az első eset, hogy tönkretették a talajt és az itt található növényeket. Csákovics Gyula polgármester azt mondta, szakértővel is bevizsgáltatták a 400 négyzetméteres területet, a talajmintákból a kőolajszármazékok megengedett határértékének 34-szeresét mutatták ki. A siófoki rendőrkapitányság környezetkárosítás miatt indított eljárást az ügyben. A kiszáradt fa törzsek lettek gyanúsak Zamárdi polgármesterének. Csákovics Gyula azt mondja, 5 évvel ezelőtt volt már ilyen a településen. Akkor teljes talajcserét hajtottunk végre, és újraültettük, pótoltuk ezeket a facsemetéket, és most néhány hónappal ezelőtt ismét arra lettünk figyelmesek, hogy sorvadnak ezek a fák, tehát nem fejlődnek. Szakértőt kértünk föl, megvizsgálta a környezetnek a talaját, illetve talajmintákat vett, és megállapította, hogy a megengedett határérték 34-szerese a kőolaj származék szennyeződés. Ez semmiképpen nem kerülhetett oda magától, tehát szándékosságról van szó. Több tucat fatövébe locsolhattak gázolajat ismét Zamárdiban. Az úgynevezett újszülöttek ligetében már nem ez az első eset, hogy tönkretették a talajt és az itt található növényeket. 5 évvel ezelőtt tulajdonképpen nem derült ki, hogy ki okozta ezt, véletőleg egyébként ugyanaz a személy, vagy ugyanazok a személyek, és most éppen ezért be is fogjuk kamerázni ezt a területet. Csákovics Gyula polgármester azt mondja, szakértővel is bevizsgáltatták a 400 négyzetméteres területet. A szakember a talajmintákból a kőolaj származékok megengedett határértékének 34-szeresét mutatta ki. Több tucat fa van, ezek vegyes fák, mindegyik lombhullató, és ugye van köztük nyírfa, fűzfa,
amelyek ott a Balatonparton jól érzik magukat. Azért is veszélyes, mert közel van a Balatonhoz, tehát körülbelül 80 méterre van a tómedertől, és nagyon nem szeretnénk, hogy ez a szennyeződés mondjuk a tóba kerüljön. A polgármester feljelentést tett, az ügyben a Siófoki rendőrkapitányság környezetkárosítás miatt indított eljárást. Néhány hét múlva visszaköltözhet a lakók egy része abba a társasházba, ahol gázrobbanás történt tavaly október elején Szekszárdon. Az épületet sikerült megmenteni, a statikai helyreállítás eddig 50 millió forintba került. Ezek a felvételek tavaly októberben készültek abban a szekszárdi lakóházban, ahol gázrobbanás történt. A robbanás hatalmas kárt okozott az épületben, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem halt meg senki a katasztrófa következtében. 20 lakás vált lakhatatlanná, 5-en megsérültek, és 80 embernek kellett elhagynia az otthonát. Az azóta eltelt 4 hónapban sikerült helyreállítani a károkat, többek között betúcolták a fülfalakat és visszaépítették a vasbetonfalakat, egészen egyedi műszaki megoldásokat alkalmazva. A munka során 400 köbméter törmelék halmozódott fel, 12 tonna acélt használtak fel a fülfalak megtámasztásához, és több mint 50 köbméter betont építettek be. Kocsmár István, a helyreállítást végző Aliszkabau építőipari ZRT vezérigazgatója azt mondja, a múlt héten fejezték be a munkát, innentől kezdve a lakók egyénileg újítják fel ingatlanukat, amiben hamarosan visszaköltözhetnek. A kár mértékétől függ, hogy mikor. A kevésbé sérült lakásokban a közüzemi szolgáltatós helyreállítás után, én azt gondolom, hogy ez akár a jövő hét, ahol most állunk, én azt gondolom, hogy ez hónapok kérdése, a többi lakásban meg a két időintervallum között. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere méltatta a mérnöki megoldásokat, amikkel sikerült biztonságossá tenni a robbanással sújtott épületet, és példaértékűnek nevezte a szekszárdiak összefogását, amit az érintettek megsegítéséért tettek. Az önkormányzati lakásokat is többen igénybe vették, mondta Ács Rezső. A városhatalom nyújtott lakásokat 30 fő vette körülbelül igénybe, és éppen még a múlt héten is volt egy újabb beköltöző család, akik eddig rokonoknál aludtak, és rokonoknál szálltak meg. Most volt szükségük arra, hogy már nem akartak mások terhű lenni, és akkor egy önkormányzati lakást vettek igénybe. Természetesen, ahogy elmondtuk a legelején, ezek a lakások rendelkezésre állnak, rendelkezésre is fognak állni, és mindenig fogjuk biztosítani, amíg a lakók ezt igénylik. A szekszárdi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság perszimulációt tartott a Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban. Mi irányítjuk az életünket, vagy csak sodródunk másokkal? Ha az utóbbit szeretnénk kerülni, mit tehetünk? Többek között ezekre a kérdésekre is keresték a választ az elképzelt büntetőjogi tárgyalás során. Különkező sofőröknél veszélyes az, hogy egy hamis biztonságérzetet ad a vezetőnek. Csak egyetlen alkoholos ital, csak egy pillanatra kicsatolt biztonsági öv. Ennyi is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baleset, a baj, és szinte alapjaiban kell újra tervezni az életet. Hangzott el a sodródás címet viselő perszimuláción. A Gyönki Tolnai Lajos gimnáziumban szervezett elképzelt büntetőjogi tárgyaláson a szekszárdi törvényszék, a Tamási járásbíróság és a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai működtek közre. Mindig is érdekelt így a jog, már gondoltam is rá, hogy jogi egyetemre menjek, ám ezt elvetettem, de maga az előadás szerintem nagyon hasznos volt sokunk számára. Többen vannak úgy, ugye így az alkoholfogyasztás miatt, akiknek ez szerintem hatalmas segítség volt. Igazából ugye így a jogosítvánnyal kapcsolatban is, illetve a KRESZ szabályait is ismertették velünk. Én nagyon örülök, hogy ilyen tájékoztatást kaptam, szerintem ez nagyon hasznos így a jövőnkre nézve. A perszimulációt Andódi László törvényszéki bíró koordinálta, aki folyamatosan megállította az eseményeket, magyarázta azokat, és kérdéseket tett fel a diákoknak, ezzel is érthetőbbé tette az eseménysort. A közel 2 órás programot a fiatalok végigfigyelemmel követték. Mi nem azt próbáljuk bemutatni, ha ezt csinálod, akkor ez lesz a következmény. Erről is beszélünk, de nem ez van a fókuszban. Arról van, az van a fókuszban, hogyha ő neki van egy élete, a jog tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy megéljük az életünket, szabadságunkhoz, a tulajdonunkhoz, az egészségünkhöz. Ez mindenkinek a sajátja, és erre nagyon kellene figyelni, és ezzel mindenkinek jó kell sáfárkodni. És ha innét nézzük, akkor azt mondom, hogy kap egy ilyen nagyon személyesebb, egyéni színezetet a dolog. A rendezvény célja a diákok jogi ismereteinek bővítése és a bűnmegelőzés volt.
Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A Matt Marquest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a fengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Négy áldozat tavaly Tolna megyében, évről évre nő a lakástüzek száma. Paks 2 a tiszta energia, lakossági tájékoztató kampány indul 67 településen. Első téli Balaton átúszás, 15-en teljesítették a távot Szántód és Tihany között. A Vidrát népszerűsítik, megválasztották az év emlősét. Tavaly közel 140 házban csaptak fel a lángok Tolna megyében, és 4-en haltak meg. Évről évre nő a halálos lakástüzek száma. Legutóbb Szekszárdon történt ilyen tragédia. Két ember ki tudott menekülni az égő házból, egy embernek azonban nem sikerült. Eldobott gumikesztyű, színi égett fotel és bútordarabok jelzik, hogy itt tragédia történt a közelmúltban. Bár a kertben gondosan összevágott tűzifa vár arra, hogy valaki begyújtson velük, erre mostanában nem kerül sor. A ház ugyanis lakhatatlanná vált, miután péntek éjszaka tűz ütött ki a szekszárdi Hosszúvölgyben található ingatlanban. Szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak a lángok megfékezésére. Az épületben hárman laktak, kettőjüknek sikerült kimenekülniük. Egy harmadik embert a tűzoltók hoztak ki, azonban az életét már a gyors beavatkozás sem tudta megmenteni. Az elmúlt időszakban több olyan lakástűz történt a megyében, ahol valaki bent égett. A legutóbbi ilyen tragédia Bonyhádon a Percel utcában történt. Itt egy több lakásos sorházban csaptak fel a lángok. Egy szabadnapos rendőr vette észre a tüzet, és 7 embert mentett ki az égő házból. Egy ember azonban addigra életét vesztette. Az 58 éves férfi valószínűleg már akkor megfulladt, mire a rendőrök odaértek. Egy másik tragédia is történt tavaly decemberben. Tolnán egy idős nő halt meg a lakástűzben. Ott egy kétszintes ikerházban csaptak fel a lángok. Minden évben több mint 100 lakás gyulladt ki a megyében. Tavaly közel 140 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Legtöbbször a tűzhelyen hagyott étel és az elektronikai eszközök miatt keletkezik tűz a lakásban, de a karácsonyi kellékek és a pirotechnikai eszközök is többször okoztak már tüzet. 2019-ben 4-en, 2018-ban 2-en haltak meg lakástűz miatt Tolna megyében. Paks 2 a tiszta energia, önnek is építjük, mottóval indult útjára a Paks 2 ZRT új lakossági tájékoztató kampánya. A következő hónapokban a beruházás környezetében fekvő 67 Tolna és Bács-Kiskun megyei település lakosai tájékozódhatnak a projekt aktualitásairól, úgynevezett roll-up szettek segítségével.
Fotókkal gazdagon illusztrált, általános és aktuális információkat nyújtó hirdetőfelületek rollapok segítségével tájékozódhatnak a Paks 2 beruházásról a térség lakói. A mini tárlatok egy időben 5 településen állomásoznak 2 héten át, majd újabb települések polgármesteri hivatalaiba, közintézményeibe kerülnek, s novemberig végigjárják a Paksi Társadalmi Tanács 47 települését, illetve információt visznek a Tamási kistérség 20 településére. A Paksi atomerőmű az a térségünk motorja, a Paks 2 az pedig a jövőnek az áloga. Én úgy gondolom, hogy a térség és az atomenergia kapcsolata az hosszú évtizedeken nagyon jó és nagyon. Hogy áll a poszttal kapcsolatos megállapodás, ez a kérdés is felmerült a pécsi közgyűlésen. A város kulturális ügyekért felelős alpolgármesterét kérdezték erről. Bognár Szilvia a fesztivál programigazgatójától kapott levélből idézett, mikor válaszolt a kérdésre. Ebből kiderült, hogy már elkezdődött a versenyprogram válogatója. A válogatások zajlanak, időben ott tartanak, ahol tartaniuk kell. Nagyon reménykedünk abban, hogy mielőbb értesülünk arról, hogy az állami támogatás milyen arányú lesz és mikor érkezik. Egyelőre annyi biztos, hogy a város továbbra is 30 plusz 20 millió forintot biztosít a poszt idei megrendezésére. Pécsi Országos Színházi Találkozó lesz, és Pécset lesz. Mesetérrel és látványtárral is gazdagodott a Szennai-s kanzán, a Kaposvár mellett található intézmény 60 millió forintból valósította meg a Pajta projektet. Az egykori csűr ma már télen-nyáron helyet adhat különböző játékos foglalkozásoknak. A cél, hogy minden korosztály interaktívan ismerhesse meg az elődök hagyományait. A néphagyományokkal ismertetik meg a gyerekeket és a felnőtteket a Szennai-s kanzán legújabb múzeumi terében. Egy csűrből alakították ki az interaktív látványtárat és a meseteret. Itt kapott helyet ez a rendhagyó játék is. Ha megfigyeljük, akkor itt a pásztorkodásnak a rangjait, illetve a fajtáit figyelhetjük meg. Ők lesznek a bábuk. Ez egy táblajáték, úgyhogy ugye itt a pöttyök a mezők, és akkor az állattartást, illetve a faluhoz kapcsolódó területeket, ahol az állat legeltetést végezték, azokat tekinthetjük meg a játék során, és akkor így a gyerekek egy szerepbe bújva ismerhetik meg ezt a foglalkozást. A látványtárban a disznóvágások, a kukoricafosztás vagy éppen a fonó eszközeit ismerhetik meg az érdeklődők. Most itt kifejezetten egy népmesei közeget jelenítünk meg, ugye azokat a munkaalkalmakat, amikhez a népmesélés kapcsolódott. Ugye ezt a teret fogjuk hasznosítani például Mártonnapkor, hiszen Mártonnapkor a fonó kapit helyett, és a fonókban gyakran volt népmesélés. Korábban a skanzen egy másik épületében tartották a foglalkozásokat, ezt a helyszínt váltja ki a tágasabb új tér. Ahhoz, hogy ez a megnövekedett társadalmi igény, ami a múzeum szolgáltatása iránt megnyilvánul, azt annak eleget tudjunk tenni, ahhoz olyan helyszínek, olyan infrastruktúrális fejlesztések kellenek, amik ezt elősegítik. Például a tavalyi 20.000-21.000 látogatóból több mint 9.000 gyerek volt, foglalkozáson vett részt ez a gyermek, és ő számukra nem volt foglalkoztató helységünk, mert hogy ezt a parókia épületében kellett megtartani. A Szennai-s kanzán uniós forrásból 60 millió forintból valósította meg a Mentés másként Pajta projektet. Ennek részeként készült el a mesetér és a látványtár, valamint egy fedett kinti foglalkoztató kemencével. Tizedik alkalommal rendezte meg a szekszárdi Garai János Gimnázium a Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntőjét. Az idei esztendőben Ady Endre élete és munkássága adott feladatot a döntőbe jutott 10 csapatnak. A verseny célja a tárgyi tudás mellett a nyelvi kultúra, a kreativitás és a kommunikációs készség fejlesztése. Kérdem hát én, tényleg megéri egy ilyen költőt is tanítani? Ezen gondolkozzatok el. Köszönöm a figyelmet. Éppen egy vádbeszéd hangzik el az egyik feladatban, melyben az idei évfordulós Ady Endre művészetét kellett górcső alá venni. Én azt gondolom, hogy a nyelvhasználat és a nyelvi kultúra emelése az a napi munkában is fontos. Ez meg nyilván a koronája egy ilyen éves folyamatnak. És ez mindig nagyon jó megidézni azokat a szerzőket, azokat az alkotókat, akik nagyon magas színvonalon és művesen használták az anyanyelvüket. Az előzetes megmérettetést követően 10 csapat jutott az idei Lázár Ervinről elnevezett verseny döntőjébe.
Tanc Tünde, a verseny zsűriének elnöke azt mondja, minden évben örömmel tapasztalják a kreativitást és a kommunikációs készség széles tárházát az ideérkezőkben. Azokat szólítja meg, akiknek amúgy is van ehhez érzékük és van motiváltságuk. Lehet, hogy alkotóként is valamilyen módon már foglalkoznak a nyelvvel. A verseny népszerűségét jól tükrözi, hogy több olyan csapat is van, akik nem először jutnak el a szekszárdi döntőbe. Ilyen a Madách Gimnázium vagy a Németh László Gimnázium Budapestről. A versenyt végezetül a Madách Gimnázium csapata nyerte. Premier előtti vetítésen vehettek részt a pécsiek az Uránia moziban. Az Oscar és Golden Globe díjas magyar rendező Szabó István Zárójelentés című filmjét mutatták be. Professzor Dr. Stefánusz, mit fogsz csinálni? Váratlan nyugdíjazása után Dr. Stefánusz úgy dönt, körzeti orvosként fog tovább dolgozni szülőfalujában. Erről szól az Oscar-díjas Szabó István legújabb filmje. Az alkotást a pécsi Uránia moziban láthatta a közönség egy premier előtti vetítésen pénteken. A szereposztás nem is volt kérdés, mondja a film producere. Sándor Pál szerint nagyon jó hangulatban telt a forgatás. Számomra és a stáb számára egy álomutatás volt ez a forgatás, mert a rendező kollega Szabó István úr mindent pontosan tudott, föl volt természetesen készülve arra, hogy milyen filmet szeretne csinálni. A színészek boldogok voltak, mert a Pistában forgatni az egy boldogság. A filmben Kerekes Éva egy tanárnőt alakít. Közte és a főszereplő között erős érzelmi kötődés alakul ki. A színésznő azt mondja, régóta ismeri Szabó Istvánt, hiszen tanította is, ezért is örült, hogy egy igazi feladatot kapott a rendezőtől. Megpróbáltam mindent úgy alakítani, hogy egy teljes értékű, maradandó személyt tudjak valahogy kiszínezni és megjeleníteni. És igazából nagyon, nagyon otthonos érzés volt, és nagyon szerettem Zebbegényt, ahol forgattuk. A történet szerint Stefánusz doktor összetalálkozik fiatalkori szerelmével. Ezt a szerepet Szirtes Ági játsza. A színésznő úgy fogalmazott, Szabó István rendezésében szinte gyerekjáték a munka. Szabóval csodálatos dolgozni. Összeteszi a kezét, és úgy figyeli a felvételt, az ember nem tud nem jól játszani. A filmben Stefánusz a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel. Az alkotást még március 4-ig láthatja a közönség az Uránia moziban. Ezt az egész falut megszállta a gonoszság! 2021-től teljesen betiltják az egyszer használatos műanyag zacskókat Magyarországon. A kormány korábbi intézkedései során megadóztatták az ilyen termékeket, jövőre azonban már egy üzletben sem találkozhatunk ezekkel. Pécset már van lehetőség csomagolásmentes vásárlásra. Az egyik ilyen kertvárosi bolt tulajdonosa azt mondta, céljuk, hogy kiiktassák a vásárlók életéből az olyan eldobható termékeket, mint például a nylon zacskó. Papír. Ezzel lehetne a legkönnyebben helyettesíteni a műanyag csomagolást, mondja a pécsi férfi. Erre hamarosan szükség is lehet, hiszen a kormány 2021-től betiltja az egyszer használatos nylon zacskókat. Megkérdeztük a pécsieket, mit gondolnak az intézkedésről. Itt, ami van hulladék, tessék nézni, akárhova néz, mindenütt szemét van. Ez csak egészségtelen, szennyezi a környezetet, betegségeket okoz. Hát aztán, hogy különben nem tudom, mi lesz helyette. Fogalmam sincs. Vagy valami drágább dolog, vagy valami. Hát nem tudom, majd miben rakják bele, lehet, hogy ez a vásárlók kárára megy. De hát én mondom, én úgy hallottam, hogy egészségileg nem jóna ez a műanyag. Pécset már van lehetőség műanyag, illetve csomagolásmentes vásárlásra a város több pontján is. Ebben a kertvárosi üzletben például kézműves termékek közül is válogathatnak az érdeklődők. Naponta átlagosan 30-an térnek be a boltba, azonban még az állandó vevők körében is előfordulnak olyanok, akik bármiféle doboz vagy tároló nélkül érkeznek. A tulajdonos azt mondja, céljuk, hogy az egyszer használatos termékeket teljesen kiiktassák életükből a vásárlók. Mindig azt szorgalmazzuk az új vevőknek, hogy hozzanak maguktól otthonról, vagy egy vászon zsákot, vagy valami üveget, vagy hozhatják otthonról tupperváréjukat is. Az a lényeg, olyan dolgot hozzanak, hogy többször használhassuk.
Tavaly már elindult a nálonzacskók betiltásának folyamata, akkor a termékdíjtörvény módosításával nőtt a szatyrok ára. A kormány egyébként 2012 óta vezetett be termékdíjat a műanyag eszközök vásárlásakor. Az akkori fejenkénti 160-170 darab helyett mára csak 80 darab zacskót használunk évente a statisztikák szerint. A Vidra lett az év emlőse 2020-ban, az Agrárminisztérium vadonleső programja 2014 óta választja ki az év emlősét, amelyel nem csak az adott állatfajra, hanem annak élőhelyére is szeretné ráirányítani a figyelmet. Vadkamera rögzítette ezt a játszadozó vidrapárt. A rejtőzködő életmódot folytató emlős nagyon ritkán lehet lencse végre kapni, hiszen amellett, hogy leginkább éjszaka aktív, nagyon fürge is. A természetvédelmi őrök az esetek többségében csak a vidrák nyomait fedezik fel a különböző vizes élőhelyeken, mondja Rozner György. Itt látható egy vidrának az ürüléke, ez egy nagyon jól beazonosítható vidra nyom, és a leggyakrabban megtalálható. Jellemzően egy magaslatra, egy kisebb dombocskára, itt egy vakontúrásra helyezi el a vidra. A vidra ürüléke jellemzően halpikkelyeket tartalmaz, ezáltal jól beazonosítható a szakemberek számára. Emellett a Kis-Balatonnál is számos vidra csapás található, azaz útvonal, ahol az emlős a víz és a szárazföld között közlekedik. Egyes becslések szerint a Kis-Balaton területén mintegy 50 vidra család él, ez európai viszonylatban nagyon magas szám. Fokozottan védett állatunk, nagyon megritkult Európában az állománya. Magyarország még jól áll, azt lehet mondani, nálunk a környezetszennyezés és a vizek állapota elég jó ahhoz, hogy nagyon komoly állományt tartsunk fönn belőle. Ebből hát leginkább a Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl az országban a legerősebb ilyen, tehát Somogy-Zala kimondottan gazdag vidrába. Az év emlősét 2014 óta a vadonleső program választja meg. Az idei évben először került reflektorfénybe egy vizes élőhelyhez köthető ragadozó. A nálunk élő vidrák elsősorban éjjel aktívak, napi útjuk során akár 8-10 kilométert is megtehetnek. A hímek vadász területe több nőstényét is lefedheti, de az anya állatok nem fedik egymáséit. A vidrák fészke természetes hasadékban, maga ásta üregben, vízparti fák gyökerei között vagy nádasban található. Az év emlőse programnak szemléletformáló és érzékenyítő szerepe is van. Azt látjuk, hogy az egész éven átnyúló programsorozattal sikerül megtalálnunk több tízezer embert, sikerül az általunk fontosnak tartott ismereteket átadnunk, és ha egy kicsit formáltuk a szemléletét azoknak az érdeklődőknek, akik megtisztelnek minket a figyelmükkel, akkor én biztos vagyok benne, hogy az ő személyes döntéseikben legyen szó akár csak fogyasztási szokásokról, vagy a munkahelyi körülmények között, a munkájukban meghozott döntésekről, egy kicsit a természetvédelmi aspektusok is előtérbe tudnak kerülni. Az év emlőse program nem csak az adott évben kiválasztott állatra szeretné ráirányítani a figyelmet, hanem annak élőhelyére is. Így idén a vizes élőhelyek kerülnek reflektorfénybe. 15-en úszták át az 5 fokos Balatont Szántód és Tihany között. Volt, aki 45 percet töltött a hideg vízben. A résztvevők közt volt profi úszó is, de többségében amatőrök vágtak neki az 1250 méteres távnak. De meleg az, jó? A Balatonparton 10, míg a vízben pusztán 5 Celsius fok várt azokra, akik nekivágtak a Szántód és Tihany közötti 1250 méternek. Pék Dezső rutinos jeges úszó, ám mint mondja, így is komoly kihívásnak számít a téli Balaton átúszás. Talán az elég borsos, az 1250 méter az nem kevés, az egy komoly jeges úszónak is megterhelő, nem mondhatnám, hogy a könnyű úszás. Ez a táv, de mindenki jobban örült volna egy 750-nek vagy 800 méternek, de hát kihívás az kihívás, mindenki készült rája, edzett rája, úgyhogy mindenki fő van testileg, lelkileg készülve. Ha időben eltöltött perceket szerintem az a 28-22, majd ahogy fogom magam érezni a vízben, elválik, hogy a vízhőmérséklet is a test hogy fogja tűrni.
A felvidéki sportfanatik úszójának Pék Dezsőnek alig több mint 20 perc kellett, hogy a déli partról átérjen az északira. Egy rövid átmozgatás és melegedés után pedig jeges élményeiről is beszámolt stábunknak. Egy kilométerig egész jól ment, éreztem a víz, hogy nem jeges még, hanem csak olyan ötös testen. És aztán de az utolsó 200 métert már éreztem, hogy olyan hosszúnak tűnik időben is, mert általában 16-17 percen belül kint szoktam lenni vele, de most azért időeredmény is megmutassa, hogy volt ott ez a 3 perc ráadás még, úgyhogy szép ez a Balaton, jó ez a víz. Pék Dezső testvérével, Pék Andrással, valamint Nyári Rihárddal Guinness rekorder, hiszen háromtagú váltóban a világon leggyorsabban úzták át a 14 fokos La Manche csatornát még 2018-ban. Most pedig mindannyian nekivágtak az 5 fokos Balatonnak. Nyári Rihárd az egész mezőnyben a leggyorsabbnak bizonyult, 18 perc 53 másodperc alatt ért Szántódról Tihanyba. Mint mondja, a vízben csak a kegyetlen hideg érzi, de a partra érés hatalmas eufória. Adrenalin az, hogy van a táv, és át akarod úszni, igen, és kipróbálod magadot, és akkor az hajt, és ha kigyűsz, és aztán van az a top érzés, amikor már úgy, ha melegszel fel, akkor van az a eufória, hogy igazán jól érzem magamot. És ez aztán valakit megfog, és valakit nem. A téli Balaton átúszás ötlete Zimányi Andrástól származik. Az amatőr úszó 2018 tavaszán 4 nap alatt hosszában úszta át a tavat, ám a második napon már komoly kihívást jelentett neki a hűvösebb víz, így elhatározta, hogy felkészül a hidegvizes úszásra. Elkezdtem felkészülni egy hagyományos balatonátúszásra, de tavaszra terveztem, 11 néhány fokos vízre gondoltam, és a felkészülés folyamán vettem észre, hogy a testem, a szervezetem, és kiderült nem csak az enyém, hanem mások is, sokkal gyorsabban regenerálódik, és tulajdonképpen úgy vagyunk összerakva, hogy a szervezetünk hozzá tud nagyon hamar szokni a hidegvízhez, és akkor fedeztem föl, én az úszást meg a Balatont rettenetesen szeretem, hogy hát akár meg lehet próbálni azt is, hogy akár ilyen 5 fokos víz környéken. A nem mindennapi kihívást mind a 15 induló teljesítette, 7 egyéniben, 8-an pedig váltóban tették meg az 1250 métert. A biztonságos úszás érdekében egyesével indultak a versenyzők, mindenkit a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hajója kísért. A rendezvény a téli úszást és a téli Balatont egyaránt népszerűsíti. Elkészült a Városi Sport Stratégia első változata, a 101 oldalas anyag megalkotói 3-as elv alapján dolgoztak. A legfontosabb, hogy a stratégia középpontjában a pécsi gyerek áll. Fontos volt még az is, hogy a lehető legtöbb emberrel egyeztessenek a tartalomról, valamint hogy a párhuzamosságokat megszüntessék, illetve ha ezt nem lehet, akkor olyan helyzet jöjjön létre, ahol a szereplők nem gyengítik, hanem erősítik egymást. Pécs városvezetése elkötelezett a sport támogatása iránt, és első feladatként az irányokat mutató új városi sportstratégia megalkotását és elfogadását tűzte ki célul. Az irányelvek meghatározásánál a város sportéletének jelenlegi helyzete volt a kiinduló pont. A stratégia első 101 oldalas változatát február 15-ére készítette el egy munkacsoport, Elbert Gábor egyetemi oktató, mediátor, egykori sport szakállamtitkár vezetésével. A munkaanyag megalkotói 3-as elv alapján dolgoztak. Hát a legfontosabb elv az volt, hogy a pécsi gyereket helyeztük a középpontba, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a Pécs városában sporttal kapcsolatos döntés csak úgy születhessen, hogy az a pécsi gyereknek jó. Itt a pécsi gyereket azért szélesen értelmezzük, mert beleértjük nyilván az itt élő felnőtteket is, illetve azt a több mint 20 ezer hallgatót, aki időlegesen válik pécsivé, mert itt tanul az egyetemen. A sportstratégia a hagyományok tiszteletén alapul, kezelni kívánja a meglévő feszültségek, és fontos része a szabadidő és tömegsport, valamint az egészségmegőrzés. Fontos volt az, hogy a lehető legtöbb emberrel tudjunk egyeztetni, tehát mindenkivel, aki valamilyen formában véleményformáló Pécs sportjában, akár személyiségéből, múltjából fakadóan, akár jelenlegi feladatköréből, beosztásából levezethetően, és fontos az is, hogy a városban, a sportban megtalálható párhuzamosságot próbáljuk megszüntetni, vagy ahol ez nem lehetséges, egy olyan állapotot létrehozni, hogy a felek megegyeznek abban, hogy hogyan segítik egymás munkáját, hogy végül megint csak a pécsi gyerek megtalálja magát abban a sportágban a legjobb helyen.
Péterfi Attila polgármester korábban elmondta, hogy Pécs egy harmonikus, a város adottságait tiszteletben tartó koncepcióra számít, melynek fontos pillérei lesznek a békésen egymás mellett élő sportszervezetek. Skóciából érkeztek karatésok a Balatonhoz, a Szigetország sportolói Körösi Jánostól sajátíthatnak el egy-egy ütést és rúgást. A mester maga is Skóciában él, időnként azonban hazalátogat a Balatonhoz. Ezúttal 4 napos edzőtábort tartott a nemzetközi esség jegyében. Csináljunk 2 sort! Kezdődik az edzés az Asbóth Sándor iskola tornacsarnokában. Február 19-től 23-ig a skóciai vendégek is részt vesznek a napi programokon. Körösi János 2005 óta űzi ezt a sportot Skóciában. Csőszott Norbertet, a Budo Karate of Hungary alapítóját már a 90-es évek óta ismeri, így jó kapcsolat alakult ki a két csapat között. Tavaly novemberében volt egy edzőtábor kint Skóciában, ahol 27 magyar vett részt, nem mindenki edzett, ugye látogatók is voltak, stb. És elmondhatom, hogy nagyon jól sikerült mind a két oldalról, tehát a skótok oldaláról és a magyarok oldaláról is. A most Keszthelyre látogató skóciai klubtagok között van olyan, aki először érkezett Magyarországra, például Körösi János asszisztense. Nagyon kitüntetve érzem magam, hogy itt lehetek Magyarországon. Nagyszerű dolog volt, hogy a magyarok eljöttek Skóciába. A mi klubunk 3 éve alakult, és ez egy nagyszerű dolog, hogy kapcsolatot tudunk tartani egy ilyen nagy szövetséggel. Megvan az utánpótlás is, mivel nem csak felnőttek, hanem gyerekek is szép számmal vannak. Ők már versenyeken is részt vettek. Az önvédelem és a karate szellemi értékei azok, amik az Egyesület célkitűzései között szerepelnek. Az Egyesület technikai vezetője, Sihán Csősztóth Norbert nagyon jól vezeti az edzéseket, és emellett pedig építi azokat a nemzetközi kapcsolatokat, amelynek során különböző edzőtáborok vannak, most már nem csak országszerte, hanem akár európai viszonylatban is. A Budo Karate of Hungary Egyesület minden nap váltakozva tart tradicionális shotokán, valamint jiu-jitsu edzéseket. Bálint, vagy ahogy többen ismerhetik, Süti ismét örökbefogadóra talált. A Pécsi Állatkert vízilovát az egyik legnagyobb magyarországi pénzintézet már másodszor támogatja. Ennek köszönhetően a jövőben fejleszthetik az állat kifutóját, és olyan körülményeket biztosíthatnak, ami hozzájárul a megfelelő tartáshoz. A Pécsi Állatkert egyik legismertebb lakóját, Bálintot fogadta örökbe idén másodjára az egyik legnagyobb magyarországi pénzintézet. A víziló egyébként már 1994-es születése óta látogatható a zóban. Az örökbefogadó cég ügyvezető igazgatója elmondta, a vállalat számára fontos a helyi közösségek támogatása, a fenntarthatóság és a környezettudatos életmód. Az OTP Bank erősíti a kapcsolatát a helyi lakossággal, az ide látogatókkal és az állatkertet szintén támogató helyi vállalatokkal, egyesületekkel, szervezetekkel. Az állatok, az állatkert és a természetközeliség valamennyiünk szívügye, és én azt gondolom, hogy érdekel is, és érdemes is támogatóként pénzt áldozni. A Pécsi Állatkert célja, hogy a természetben veszélyeztetett egyedeket olyan környezetben mutathassák be, amik többek között szemléletformálási célt szolgálnak. Ebben nem csak a látogatók, hanem a városban működő cégek is partnerek, amit jól mutat Bálint a víziló népszerűsége is, mondta Siptár Dávid. Annak idején sokak számára még Süti néven lehető ismert, hiszen a Pécsi Sütőipari RT fogadta őt legelsőként örökbe, és hatalmas nagy öröm, hogy azóta eltelt több évtized, és a városi cégek, a városban jelenlévő cégek, az OTP a mai napig fontosnak érzi azt, hogy a Pécsi Állatkertnek egy ilyen ikonikus lakóját támogathassa. Az örökbefogadás során számos támogatást nyújt a pénzintézet, tette hozzá az állatkert ügyvezetője. Többek között fejleszthetik majd az állat kifutóját, játékokat vásárolhatnak, valamint olyan körülményeket, takarmányozást biztosíthatnak Bálint számára, ami hozzájárul a megfelelő tartáshoz. Ennyi volt mára a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb 1 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!